Komoly tétje volt a forduló alsóházi rangadójának, vagyis az Eto FC Győr MLE összecsapásnak. Bár a tabellán elfoglalt helyezések alapján akár egy érdektelen találkozó is lehetett volna, a baranyai együttesnek ez volt az utolsó esélye, hogy odaérjen az osztályozó helyre, míg a győriek most biztosíthatták be ennek elkerülését. Nagyon sokat változtunk el szempontból, még fiatalabbak lettünk, elmentek játékosok tőlünk. Erre a két meccsre élesztük ki lényegében nem azt mondom, hogy az egész szezon, de természetesen megpróbáltuk pontokat rabolni, és ez sikerült is mondjuk egy Szombathelytől, de egyértelműen most a többi csapat jobb, mint mi, és erre a két meccsre fordítjuk a nagy hangsúlyt. Ennek megfelelően nagy lendülettel kezdett a zöld-feketében játszó hazai együttes. A 9. percben Süle lövésénél már is meg lehetett volna a vezetés, ha a támadó néhány centivel pontosabb. A félidő első felében sorban jöttek a kisebb-nagyobb lehetőségek, amik végül a 19. percben értek góllá. Süle adta be jól a szögletet, a labda pedig a fellépő Kovács Laura elé került, aki szépségdíjas góllal szerezte meg csapatának a vezetést. Szabónak esélyesen volt a védésre, úgy csavarodott a labda a hálóba. A vezetés tudatában azonban egy kicsit megtört a győri lendület, ami bő fél óra elteltével bosszulta meg magát igazán. Csontos Zsanett jött ki a 16-oson kívülre, ami még nem lett volna gond, a rossz helyre tett labda azonban igen. Vári Viktória jó 30 méterről okosan lőtte a hálóba a labdát, a hazai kapus nem tudott visszaérni. Az első fél időt azt nem láttam túl jónak, ott nagyon kapkodó volt a játékunk, inkább felívelésekre próbáltuk a játékunkat építeni. Úgy gondolom, a második fél időre úgy jöttünk ki, hogy ki kell jönni a csapatnak. A szünet után nem telt el negyed óra, és újra megvolt a vezetés az Etónak. Fekete vízi lövése ugyan még nem volt különösebben veszélyes, de Szabó olyan szerencsétlenül ért bele a labdába, hogy az éppen Bodai elé pattant, aki élt is a lehetőséggel, és újra megszerezte a vezetést a hazai együttesnek. Picit nagyobb sebességre kapcsolt a Győr, és volt egy szerencsés góljuk, ami ugye oda pattant a csatár elé és berúgta. És az egy kicsit szerintem megfogott minket. És utána próbálkoztunk, de hát nem sikerült. Szerintem sokat segítettek az edzők is, bent mondták, hogy muszáj megnyernünk, és hogy ne görcsöljünk rá. Ugye már első fél időben látszott azért, hogy görcsösen játszottunk, szóval szerintem a másikban nyugodt fejjel mentünk, és sikerült megszerezzünk. A 76. percben Süle életerős lövését csak messziről nézte Szanya Szabó, a vendégkapus azonban még ekkor megmentette a keresztlét. Két perccel később azonban megint a győri támadó elé került a labda, és ezúttal nem is hibázott, gyönyörű gól az alsó sarokba. A vendégkapus hiába nyújtózkodik, ez is védhetetlen, ezzel pedig gyakorlatilag el is dőlt a 3 pont sorsa. A második fél az tényleg csapatjáték volt a javából, ezeket gyakoroljuk, tehát a védőknek is különösen pontugásoknál fel kell, hogy menjenek és érkezniük kell. Ott egy kicsit a másik félben olyan szerkezetet váltottunk, hogy a Bódai Vikit előtetettük, és nagyon jól megtartott a labdát, Süle Dóri pedig lendületből tudott érkezni a középpályán, és az nagyon felgyorsította a játékunkat. 82. percben pedig végleg eldőlt, hogy az MLE nem éri el az osztályozott jelentő 7. helyet. Gyönyörűen végigjátszott akció végén Bódai megszerezte saját második, csapata 4. találatát. Az első fél időben nagyon is motiváltak voltunk, mentünk, erővel is bírtuk, a második fél időben viszont hát ugye meleg is hozzájárult ehhez, de meg el is fáradtunk, és sajnos nem jöttek össze a helyzeteink, és viszont az ellenfelünk be tudta rúgni őket. A vége tehát 4-1 lett, ami azt jelenti, hogy az Etónak egyetlen pontot kell szereznie a hátralévő fordulókban ahhoz, hogy matematikailag se legyinthesse meg őket a kiesés szele.